Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a cselekedettel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Szent Skolasztika szűz emléknapján, aki Európa fővédőszentjének, Nurziai Szent Benedeknek a nővére volt, és a szerzetesi életben, a mennyei javak keresésében a mai kornak is példát ad, másfél évezred elmúltával is. A mai szentmisénket engesztelésül ajánljuk fel Vitéz Nagy Károlyért és az Engyel család tagjaiért, az adakozó szándéka így kéri a mai szentmisét. Örömmel vagyunk együtt ima közösségben, azokkal a testvéreinkkel is, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódnak be a mostani szent áldozatba, imáinkba és az ige hallgatásába. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreinek, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életetem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Szent Skolasztika szűz emlékezetét ünnepelve kérünk Istenünk, hogy példáját követve szívünk tiszta szeretetével szolgáljunk neked, és elnyerjük örök szeretetet boldogító ajándékát, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Amikor az Úristen megalkotta az eget és a földet, még semmiféle mezei bokor nem hajtott ki rajta. Sőt, még fű sem sarjadt a földből. Akkor ugyanis az Úristen még nem hullatott esőt a földre, és még ember sem volt, aki megmunkálja azt. De forrás fakadt a földből, és megöntözte annak egész színét. Ezután alkotta meg az Úristen az embert a föld porából, belélehelte az élet leheletét, és így lett az ember élőlény. Ezután az Úristen Édenben napkeleten kertet ültetett, és oda helyezte az embert, akit alkotott. A földből mindenféle fát növesztett, melyet látni szép, és amelyről enni jó. A paradicsom kert közepén pedig kisarjasztotta az élet fáját, meg a jó és a gonosz tudásának fáját. Az Úristen tehát az embernek adta az Éden kertjét, hogy megművelje és őrizze. Ezt a parancsot adta neki,
A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert ha egyszer arról eszel, meg fogsz halni. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőségünket, Istenünk. Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket. Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg. Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe, hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt. Amikor Jézus a népsokasság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte, hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül. Ezzel tisztának mondott minden ételt. Aztán így folytatta. Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznasság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. Az Úristen kertet telepített Édenben, úgy nevezzük a Szentírás nyomán, hogy Éden kert, vagy szoktuk mondani azt is, hogy ez a paradicsom, a paradicsomi állapot, az Isten és ember szeretett közösségének az állapota, boldogság, biztonság, élet. Az Úristen mindent megad az ember számára, amire szüksége van a boldogságához. És örök életre teremtette meg az embert. Az örök élet adottsága benne van abban a kijelentésben is. A Szentírás ezt elmondja, és ezt mindig magunkról is állítjuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert. Mi más ez? Ez a tény, ennek a felsorolása a teremtés rendjében. Ott van a többi teremtmény, de azok sorában nincs senki más olyan, mint aki az Isten képére lett volna megteremtve, csak az ember. Vagyis az ember örök életre hivatott. A többi mozgó, úgy mondjuk, hogy élő lény, ugyancsak kapott valamit az élet leheletéből, de most hallottuk az ember teremtésénél, hogy az Úristen belé leheli az emberbe az élet leheletét. Ez jóval több annál, mint ahogyan
a többi élőlény lélegzik, és ezért él, mert itt az Isten kép másnak az örökké valóságra szóló adottságát mondja el a teremtés könyve, vagyis örök életre vagyunk hivatottak, és az Édenkertben ez szépen jelképezi az életfája. Fontos ilyen árnyaltan gondolkodnunk a leírásról. Tudjuk, hogy nem tudományos értekezés ez a teremtésről, amit a teremtés könyvében, más kifejezéssel élve Mózes első könyvében így is szokták, vagy idegen szóval Genezisnek is szokták nevezni a Biblia első könyvét. Nem tudományos értekezés, de minden részletnek fontos üzenete van, mert két kiemelt fáról beszél a teremtés könyve. Az egyik az életfája, másik a jó és a gonosz tudás fája. Az életfáját oda teszi a kert közepére az Úristen, és arról fogyaszthat az ember, hiszen az ő örök létét jelképezi ez a fa, amelyet sajnos a bűnbeesés után már nem tud megközelíteni, mert elveszíti az élet lehetőségét e világi értelemben, mert az embernek a bűne miatt meg kell halnia. De ettől függetlenül az Isten kép más mi voltunk, az örök életre tesz bennünket alkalmassá, és ezt vissza is adja az Úristen, az ő szent fia, a megváltó Úr Jézus által. Ott van azonban a jó és a gonosz tudásának a fája, amely jelképezi az ember szabadságát, és azt a képességét, hogy tud engedelmeskedni is Istennek, ha nem szakít ennek a fának a gyümölcséből, de tud ellenkezni is. Most nem megyünk bele a bűnbeesés történetébe, mert ez most nem a mai napnak az üzenete, de jó, hogyha ezekre a részletekre is odafigyelünk, és arra gondolunk, hogy az eredeti állapot az Istennel való együttlét öröme és békéje. És így térjünk rá a mai nap szentjének életére, Szent Skolasztika életére, aki mondhatom én, hogy Szent Benedek atyánk, hiszen bencés diák voltam annak idején. Az ő ikertestvére volt Szent Skolasztika, aki fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. 480 körül születtek ikertestvérével, és vágyakozott az Istennek szentelt életre. Kolostorba kívánkozott, sokat böjtölt, imádkozott, és amikor ezeket felsoroljuk a szerzetesi élet jellemzőiként, akkor valójában az Édenkertbe kívánkozunk, és azt az állapotot igyekszünk a szerzetesi életben felfedezni, ami ott volt az Édenkertben, hogy elég nekem az, hogyha az Úré vagyok, az Úrnál vagyok, az Úrral vagyok, mert már ez a mennyei boldogságnak az előíze, vagy annak az állapotnak felidézése, amit az ember a bűnei miatt elveszített. Olyan szépen, meghatóan írja le nagy Szent Gergely pápa, Szent Benedek és Szent Skolasztika utolsó találkozását, amikor Szent Skolasztika kérleli testvérét, hogy maradjanak együtt a találkozás éjszakáján virrasztva, beszélgetve az örök élet boldogságáról. Csak egyszer egy évben találkoztak, tehát nem volt ez egy sűrű program. De nyilván érezte Skolasztika élete végét, és éppen ezért az örök életért, és annak az átgondolásáért kérte testvére maradását.
Nem akart maradni Szent Benedek, haza kívánkozott a cellájába, és ekkor Skolasztika imádkozott az Úrhoz, és olyan vihar kerekedett, hogy Szent Benedek és a kísérői nem tudtak visszatérni a kolostorukba, és ezért valóban átvirasztották az éjszakát, az örök élet imádságos átbeszélésével, és aztán néhány nap múlva látja Szent Benedek, mint egy galambot fölszállni Skolasztika lelkét, és akkor tudta, hogy el is érkezett az örök paradicsomba, az örök édenkertbe, az üdvösség boldogságába. Az Úr Jézus arra tanított ma bennünket, hogy erre vágyakozzunk, ezért utasítsuk el a gonosz kísértését, ne fogyasszunk a jó és gonosz tudás fájáról, hanem engedelmeskedjünk a Jóistennek, adjuk oda szeretetben magunkat az Úrnak, hiszen így tudjuk követni a szűzek, szerzetesek példáját, hogy mi magunk is vágyakozunk vissza az édenkertbe, vagy előre az örök boldogságba, a paradicsomi boldogságba, és ezért mi mást adhatnánk ennek jeléül az Úristennek, mint a szívünket, a szívünk tisztaságát, amelyből ne bűn, gonoszság és tisztátalanság származzék, hanem mindig az Istennek szentelt élet, engedelmes vágya. Amen. Testvéreim, az élet példája nem csak vonzó, hanem másoknak is életcélt adhat. Életünk eszményé válásáért kérjük Urunk Jézus Krisztus segítő kegyelmét. Adj, Urunk, korunknak önfeláldozó szenteket, akik egész életükkel szolgálnak téged, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Erősíts minket, hogy a gondolkozásmódunkban és viselkedésünkben egyaránt keresztények lehessünk, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Érints meg a fiatalok lelkét, hogy szeretetüket az örök célra irányítsák, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Te vonzóvá híveid életét, hogy mások is vonzódjanak hozzád, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, hogy itt a földön is, és országodban is jobbodban járjunk, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Fogadd el, Urunk, mostani szent misénk engesztelő áldozatát, Vitéz Nagy Károlyért és családjáért, és az Engyel családtagjaiért, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, Te a szenteket adtad vonzó és követendő példának, hogy az üdvösség útjára biztosan rátaláljunk. Kérünk Szent Skolasztika példájára, add, hogy a szeretetben megnövekedve eljuthassunk hozzád, életünk végcéljához és boldogságához, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az kezdetből az áldozatot, nevére, dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk útjait és szentségét. Istenünk, fogad jó szívvel áldozati adományainkat, amelyekkel Szent Skolasztika ünnepén oltárod előtt hódolunk. Szabadíts ki a földi érdekek hálóiból, és te magad légy a mi igen nagy gazdagságunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert magasztalnunk kell gondviselésed, csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdettük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, ami ellened jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc György és Gábor segédpüspökeinkkel, és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk létezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjél, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a 152-es éneket fogjuk most énekelni.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás következik. Azok a testvéreink, akik otthonaikban ünnepelnek most velünk, lélekben fogadhatják az Úr Jézus látogatását, kegyelmét a következő imádsággal. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, hogy ennek az áldozatnak erejével és szent skolasztika szűz példájával vezess minket mindig szereteted útján. A jót, amit elkezdtél bennünk, őrizd és érleld is meg életünkben, Krisztus dicsőséges eljövetelének napjára, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, a szűzanya egészen odaadta magát az Úristen szolgálatára, ő a bűn nélküli tiszta szűz, akit mi égi édesanyánként tisztelünk, őt köszöntjük majd a befejező énekkel is, a 183-as számú ének első és második versszakával. Gyógyító és gondviselő édesanyánként fogjuk őt köszönteni holnap, Lurdi megjelenésének emléknapján, holnap ünnep lesz számunkra itt a helyi közösségben, és természetesen széles körben, ami kedves média apostolaink, az Apostol Televízió nézőinek közösségében is. Holnap emlékezünk arra, hogy a gazdagréti római katolikus egyházközséget, lelkészséget, annak idején boldog emlékű dr. Paskai László bíboros atya létrehozta, 1991. február 11-én, tehát 30 évvel ezelőtt. A betegekért is imádkozunk a holnapi szentmisében, mert ez a betegek világnapja lesz, a Lurdi Szűzanya napja, Szent János Pál pápánk szándéka szerint a betegek világnapja. A kedves média apostolokért is fogunk holnap imádkozni, és belefoglaljuk kéréseiket is a holnapi szentmisébe. Ezt majd ma délután 4 és 5 óra között mondhatják el Erika munkatársunknak az Imalánc élő adásában, az Apostol Televízió televíziós adásában. Én magam is szívesen várom a telefonálók hívását ma délelőtt, 12:30 és 12 óra között az Apostol TV Apostolok Fóruma című találkozásában. Holnap Lourdesba fogunk zarándokolni délelőtt, és a lourdi ünnepi szentmisét is közvetítjük majd az Apostol TV-ben délelőtti időben. Már 9:30-tól bekapcsolódunk az ottani imádságokba. Most a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra itt gazdagréten és otthonaitokban, hogy vágyakozzunk együtt lenni az Úrral már itt a földön, hogy ízlelgessük az édenkert eredeti állapotát és a vágyainkat is az örök boldogság irányában. Azáltal, hogy az Úréi vagyunk, tiszta szívvel szolgálunk neki, és örvendünk annak, hogy az ő gyermekei lehetünk. Így fogadjátok most az áldást.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemeket, akik a lelkek esztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárkozatba helyeket. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörülj érettünk, magyarok szent őrangyala, könyörülj érettünk, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörülj érettünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj.